tető ülésünket, 16 óra 30 perckor. Mert köszöntök, hogy megjelent a testtető ülésen. Volt egy bizottság ülésünk, azért csúsztunk el ennyi, mert elég sok napirendi pontot át kell beszélni pontosan, úgyhogy most neki is vágnánk. Megállítom, hogy a testület határozott képes, mindig tudom megjelent. A jogi ügyeleti pénzügyi bizottság elnök azt mondja, hogy kérdezni, hogy a bizottság ülésen elhangzottakkal kapcsolatban, hogy milyen új napirendi pontokat vett fel a bizottság, és akkor új sorrendben. A bizottság 6 napi rendi pontot tárgyalt, az előterjesztés szerinti 3 napi rendi pontot kiegészítettük a 4-es napi rendi pontként az ökoparknál lévő járnak kialakításával, 5-ös napi rendi pontként a kerékpárúttal kapcsolatos, a projekttel kapcsolatos döntés, és a 6-os napirendi pont az Akácfa út felújításának a pályázatával kapcsolatos lenne, és ezeket a napirendi pontokat tárgyaltuk. Köszönöm szépen. A testületülésnek a napirendi sorában is javasolnám, hogy a pénzügyi jogi ügyeleti bizottság is felvette ezt a 3 napirendi pontot. Akkor első napirendi pont lenne ugye a tájékoztató döntések végrehajtása, a két éves intézkedésekkel, a 2021 éves belső ellenőrzésnek összefoglaló jelentése, közösség idegenforgalmi rendezvények programjával a meghatározása, mint a Portfesztiválon, amiről tárgyaltunk, Szivárvány út, így terjed ugye járdaépítés, a Csukopark előtti részen, az alkétférként kerékpárokon fejlesztésével kapcsolatos pályázat tárgyalása, és az Akácfa utca felújítása, itt okos pályázatot kellett elbeszélnünk. Hogyha van esetleg bármilyen olyan napirendi pont vagy javaslat, amit még felvegyünk, akkor ezt kérem, hogy ez most a készületünk bármit felvenni. A pillanatok közé. Egyebekben esetleg. Ha nincs, akkor a kiadott és itt elmondott kiegészítéssel kérem, hogy szavazzuk meg a napirendi sort, aki az itt elhangzottakkal egyetért, kérem, hogy esetleg készfeltartás jelezze most. Itt igen, elfogadtuk a kiegészítés a napirendi sort. Akkor el is kezdenünk. Az első napirendi pontunk tájékoztató lejárt határozatok végrehajtásáról és a két ülés köztett intézkedésekről. Kérem, a jogi ügyeleti pénzügyi bizottság elnök azt jelenti, hogy a álláspontját mondja el. A 3 igen szavazattal egyhangulag elfogadtuk a tájékoztatót. Köszönöm. Nem jön ez a napirendi ponthoz, hanem majd a 5-ös napirendi ponthoz mondok egy pár gondolatot, mint a kerékpárokkal kapcsolatban. Úgyhogy akkor, hogyha nincs hozzászólás, vagy észrevétel, vagy kérdés, akkor kérem, hogy szavazzunk. Aki a kiadott anyagban leírtakkal egyetért, kérem, igen, esetén készfeltartás jelezze most. Itt igen, elfogadtuk a napirendi pontot, köszönöm szépen. A következő napirendi pontunk a 2021 éves belső ellenőrzés összefoglaló jelentése. Jogi ügyeleti pénzügyi bizottságban Antal képviselő úr észrevett egy elírást, ezt a kérdést megismételni is a testület ülésen, és akkor megköszönjük. Egy pillanat mindenek elmesélni. A vezetői összefoglalóban van egy olyan elírás, amelyik lesz. Az élelmiszergazdálkodás vizsgálatánál az ellenőrzés kitárját terjedelmet tették 2019. január 1-től 2020. december 31-ig. Ez rendben van. A második a Pipacsó oldalának és bölcsőre működési megvizsgálata. Itt találtam egy ilyen elírást, hogy tárgyalmán 24 hónap, időszaka 2019. január 1-től 2020. június 30-ig. Ez 18 hónap ott akart már a tűvalunk. Köszönöm szépen. Megkérdem ennek azt, hogy ismertesse az állásfoglalását. Igen, azzal a módosítással, hogy itt a dátumot javítottuk a év végéig,
Ezzel a módosítással 3 igen szavazattal egyhangulag javasoljuk a belső ellenőrzési jelentés elfogadását a testületnek. Köszönöm szépen, és a más hozzászólás, hogy észrevét a napirenddel kapcsolatosan. Ha nincs, akkor én feltenném szavazásra a kérdott anyagot, aki lejött, akkor egyetértek, amíg esetén készfeltartásra jelezze most. Két igen elfogadtuk. Köszönöm szépen. Valamint a pontra térnénk. Hát a közösség idegenforgalmi rendezvényen foglalmának meghatározása. Jogi ügyrendi pénzügyi bizottság tárgyat. Kérlek, ezt a tárgyalás mondjálat a társulásokat. Igen, tárgyaltuk. A polgármester úr ajánlotta fel, hogyha esetleg a rendezvény meghaladná ezt a rendelkezésre álló 2 millió forintos keretet, akkor abban az esetben a polgármesteri keretből ki lehet egészíteni. Ezzel a felajánlással együtt a határozatig javaslatban leírtakat egyhangulag elfogadtuk 3 igen szavazattal. Most részvétel, hozzászólás. Én hát azt szeretném megkérdezni, hogy részletes program leírást esetleg tudnál ehhez mellékelni? Mit akar már itt a kétnapos rendezvény, milyen fellépőkkel? És az előbb volt a pénzügyi bizottság ülés, és ott a bizottság tagjai megkapták ugye az eddig elkészült programtervet, ami naponta 750 ezer forint körül összeget jelentett, és ebbe a táli zenekar, a hangosítás, a légvárak, a körhinta és a fanyagú játszóparknak a díja szerepel, és igazából nem mentünk tovább, mert naponta maradt 250 ezer forint. És a 130 ezer forint az mit fog hangosításban, mit fog hangosítani ezért a pénzért? Kérdőnek tovább lenni egy olyanit. Hogy lesz műsor, amit van hosszét, amit kell hangosítani? Hát szeretnék, hogyha lenne. Ugye kettőtől még nem. Kettőtől nem lesz műsor, kettőtől 3 ilyen alapzene szólna, hogy mi is egy üres téren legyünk, és akkor 3 órától szerveztük vagy terveztük a fellépéseket. A helyieket természetesen meg fogjuk hívni, de a helyiek eddig szinte mindig költségvetés nélkül vonzattal jöttek el hozzánk, úgyhogy költségvetésben őszintén ők nem szerepelnek, de természetesen ők is meghívást kapnak el. Köszönöm szépen! Van egy felejtése a pénzügyi ügyrendi bizottság ülésen. Torvald képviselő úr, azt köszönjük szépen. A pénzügyi forrás, hogy meg fogjuk emelni, ezt pont azért jutottunk el arra a szintre, hogy akkor egy 1 millió forintos összeggel a polgármesteri keretből tegyünk még ez a borfesztiválhoz hozzá, mert eléggé gyerekbarátra sikerült ide próbálni, ami nem gond, viszont hogy az idősebbekre is gondolva kell olyan fellépőket is keresni, hogy az idősebb korosztályt is meg tudja szólítani. Most, hogy kik fognak rendelkezésre állni, ugye a borfesztivál, az most egy kérdéses, most fogunk elkezdeni kutakolni a fellépőkkel kapcsolatban. A bizottságban is elhangzott az is, hogyha meg lesz egy lista, akik el tudnak jönni erre a borfesztivál, és el tudnak lépni, és lesz hozzá egy összeg, akkor azt kiküldjük a képviselő testületnek. A polgármesteri keretben nem használtunk fel egy forintot sem, úgyhogy abban a 2,5 millió forintból egy 1 millió forintos keretösszegig fogunk tudni fellépőket finanszírozni. Ezt, hogy pontosan kit lesznek, azok a fellépők az első tárgyalás alatt. Nagyon kevés pénz maradt, miután ugye a költségvetésünket elfogadtuk és lehúztunk elég sok pénzt a kulturális rendezvényeinkből, ugye nem a rendelkezésünkre akkor forrás, 2019-ben, vagy 2020-ban. Úgyhogy ezt, hogy pontosan mi lesz a programunk, az azután fog igazából kapistársadni, hogyha meg lesznek a fellépők. Úgyhogy a sztár, igazából a sztár fellépők, azok most lesznek majd letárgyalva jövő héten. Én annyit kérnék minden képviselőt, hogyha megkapja az anyagot, amit meg is beszéltük a bizottság ülésen, akkor maximum egy-két napon van arra, hogy eldöntsük, hogy kit kérünk, mert ugye itt szinte naponta változik a lehetőség. Lehet, hogy ma még egy csárgyal vagyunk szabad, de valami nem biztos. Ezt meg ki fogjuk küldeni, most csak a csárgyat azt példaképpen mondtam még, mert valaki túlgondolja ezt az egész ötletemet. Úgyhogy ki fogjuk küldeni, és amelyik fellépő kapja a legtöbb szavazatot a képviselőtestet, azt fogjuk meghívni. És azért mondom, hogy hozzáteszem, hogy így kerek a testületülésnek az anyagban. Nem tudom, hogyha még más esetleg hozzászás, valami csak köszönöm a szót.
Valóban én is úgy gondolom, hogy egy bornapi rendezvény talán az egyik legnagyobb rendezvény a településnek, és a borról kellene szóljon. Elsősorban a bor népszerűsítésére és boros programok kellenek hozzá. És szeretném javasolni a jövőt illetően, hogy lehet rendezvényre pályázni, és akkor esetleg lehetne egy színesebb és egy tartalmasabb programot összeállítani. Ma volt és jöttem délelőtt egy lideres viráló bizottsági ülés, ahol ugyanúgy egy boros rendezvényre sármelék 5 millió forintot nyert pályázati úton. Csak mondom, hogy van erre lehetőség. Köszönöm. Köszönjük szépen. A pályázati forrásainkat ugye van kollégánk, aki ezt figyeli, neki kell ezeket a forrásokat ugye felkutatnia, és a pályázatot beadtunk idén is, én szerintem közel több mint 200 millió forint értékben. Most pont kultúrás rendezvényen adtunk be pályázatot, de ettől függetlenül rengeteg pályázatunk fut. Valami ugye még elvírása van, valami tartaléklistára került, úgyhogy itt fog nyerni belőle, az legyen annak a problémának, hogy elvírja a pályázatot. Mivel az összes pályázatot beadtuk, az összes pályázat megfelelő minőségben és megfelelő határidőben elkészült. A borfesztivál kapcsolatban azt azért elmondanám, hogy a legutolsó borfesztiválunk, ugye mi itt volt Cserszett Tamás, ugye már fel volt a rendezvénytéren, ott tömegek voltak. Én szerintem, aki ott volt, hogy megnézi a Cserszett Tamás önkormányzat honlapján lévő kis filmet és összerakott anyagot, abból látszik, hogy sajnos, amikor itt az iskolában voltak a borfesztiválok, még az elején nagyon jól mentek ezek a borfesztiválok, és nagyon sokan jöttek, és egyre több bor erről is eljött. A végén már teljesen ellaposodott, tehát komolyabb baráti közösség, majdnem komolyabb rendezvényt össze tudom hozni itt a Piska udvaron, mint amit mi nekünk sikerült 2016-ban a borfesztivál címen összehozni. Ennek biztos, hogy volt az is a oka, hogy kicsit érre próbáltuk beszélgetni minél több embert, nehéz volt parkolni. Most ugye átéreztük oda a felső sportpályán melletti területre ezeket a borfesztiválokat. Ennek megvan az a nagy lehetősége, tényleg egy nagy tér. Az, ami rendelkezésre áll, és ugye látszik, hogy ezt ki is szeretnék használni az emberek, egyre több árus jelentkezik, ma is például engem, hogy hárman hívtak, hogy jönnék ugye árusítani, egyre többen szeretnék eljönni. Az, hogy most ugye a pályázati pénzünk sajnos arra nincsen, ugye tavaly nyertünk is 1 millió forintot ugye rendezvényekre, úgyhogy ez, hogy most mi nem sikerült pályázatot nyerünk, az nem azt jelenti, hogy nem fogunk tudni esetleg a pályázati forrást is a rendezvényeinkre mondjuk igényelni. Attól függetlenül én azért azt mondom, hogy büszkék lehetünk rá, hogy milyen fejlődésen mentek át ezek a rendezvényeink. Az biztos, hogyha nem lesz forrás mondjuk egy nagyobb fellépőre, akkor nem lesz akkor a vonzereje. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy a Csáli koncert alatt átlépítettük majdnem azt a számot, amit nem szabad, hogy átlépjünk. Úgyhogy nem tudom, hogy mekkora befogadó képességünk van. Kb. Azt mondom, hogy 800 ezer fő volt, hogyha van egyszer azon a placon, hogy többet nem fogunk tudni befogadni, ráadásul, hogy 1000 fő fölött, ahol ott van teljesen más szabályok alá esnénk, úgyhogy nem is biztos célunk az, hogy Cserszett Tamás, hogy egy 3600 fős településen legyen ott 2-3000 ember, mert akkor onnantól kezdve ezt mi már nem tudjuk úgy lebonyolítani, és nem olyan feltételek, amik nekünk most per pillanat rendelkezésünk van. Az, hogy a civil közösségek közül hányan fognak elmenni borfesztiválra, én azt tudom, hogy most már egyeztetés alatt, úgyhogy nagyon sok fellépőt, ezt lesznek civil szervezetek közül is fellépőt, lesznek ugye a sport körül is fellépőt, úgyhogy a falunapon is, úgyhogy a rendezvényeink, hála jó Istennek, azt kell mondani, hogy nem kell szégyenkeznünk, és én bízom benne, hogy előbb-utóbb vissza fognak térni, mert azok a portelmények is, akik ugye azért nem jöttek, mert nagyon pici volt, és nagyon szűkös volt itt a helyeziskolóban. Úgyhogy nem is tudom, hogy hányan, de 5 vagy 6-an voltak a ezelőtti borfesztiválon, most ezt kellene nem tudom. Most kiderül majd, hogy idén meg fognak jelenni borfesztiválon. És hozzásról szól is esetleg. Ha nincs, akkor megkérdem a jogi ügyvédi pénzügyi bizottságának azt jelenti, hogy ő elmondta az álláspontjukat, hogy ezt akkor most vagy a polgármesteri kerületből 1 millió forintot ugye be fogunk ruházni, ami felépül lesz, ez pont az egész szomkedvel tudjuk alapjátok javaslatba. Ugye kivettünk onnan egy sort, hogy az idején egy település rendező, ez kikerül. Ez a változtatása, hogy munkaterv alapján, hogy Cserszett Tamás bornapok kerül megtartása
ami vonatkozásában nagyon forradalmat várható. Ezzel a változtatással emeljük fel akkor ezt a határozati javaslatot szavazásra, azzal a megkötéssel, hogy akkor ezt az 1 millió forintos program is keretből felhasználható összeget, ez pedig akkor jövő héten, mint szerintem jövő héten el kéne, hogy döntsük. Itt nem is jövő héten, utána héten milyen fejlékből tud felhasználni. Úgyhogy ezzel a kiegészítéssel tenném fel, és ezzel a változtatással, határozati javaslatunkat szavazásra. Aki esetleg egyetért vele, azt kell minden esetén készfeltartásra jelezze most. Itt igen, de nem fogadtak, köszönöm szépen a változtatásokkal. 4-es napirendi pont. Balam utca térkő burkolása, a parkból Szilárdon utcáig. Jogi Ügyelmi Pénzügybizottság feladata, kérem, Herrik asszonyt, lesz is mondjanak. A Szivárvány utcától az Ököparkig jelenleg nincs kiépített járda. Ez az erőterjesztés arról szól, hogy az önkormányzat saját erőből egy 65 méter hosszan, egy 1,2 méter szélességben térkőburkolatot raknak le. Tehát itt az anyagköltség lenne, ami a kalkuláció szerint, illetve két árajánlat alapján 800 ezer forint körüli összeget jelentene. Az előterjesztésünk arról szól, hogy ezt az összeget a költségvetésben a tartalék terhére, a 2022 évi költségvetésben a tartalék terhére biztosítja az önkormányzat. Ezt javasolja 3 igen szavazattal egy hangul a testület felé a bizottság. Köszönöm, és egy más hozzászólás. Ez a járdaépítés is ugye egy ilyen vállalt feladatunk. A Bakonyi Károly teret is ugye az önkormányzat dolgozói készítettek elé, tehát csak a burkolat felrakása az, amit el kellett kérnünk ugye a vállalkozóban, ezt már nem tudtuk befejezni időre. Mivel itt nincsen határidő tenni a járdánál, az önkormányzat dolgozói fogják, hogy ezt el lehet képíteni. Bízom benne, hogy jó két hét alatt el is készül. Ez a költség, ugye ez csak az anyagköltség, viszont itt fel fogjuk még használni ezt a 15 négyzetméternyi térkövet, ami megmondott, hogy a Dr. Bakonyi Károly utca, Dr. Bakonyi Károly utca térnek a burkolásából, ugye kiegészíteném. Jó, hogyha nincs hozzászólás, vagy kérdés, akkor szólásra tenném fel ezt a kiadott anyagot. Aki a kiadott anyaggal egyetért kérem készfeltartást jelezze most. Itt igen, nem fogadtuk. Utolsónak jelenik mondani, hogy az alá két keréken kerékpárti fejlesztés, hogy itt a lejárható idejű határozott végrehajtásáról szól, napjai pontnál. Ugye azért nem mondtam ezt, amit most szeretnék elmondani, mert ugye így kerek az egész. Voltunk a előző testületében, csak nem is ezzel a soros testületülésen, ugye mi ezelőtt volt, akkor megállapodtunk itt a képviselőkkel, hogy elmegyünk mind önkormányzati, mind polgármester, hogy a tudom majdhoz, és megkérdezünk, hogy esetleg tudnak és segíteni abban, hogy ez a kerékpár mondjuk meg tudjon valósulni, tudnak esetleg mondjuk a vállalkozó fejek, ugye elindított ezt az egész vállalkozásra, és elindított ezt a megvalósítást, és volt is egy olyan szerződésünk, mondjuk egy kéréssel fordulni. Csak én úgy tudom, hogy talán beszéltek is vele, hogy a lényeg az, hogy az eredmény az az lett, hogy a vállalkozás az volt benne nálunk, és nem igazán sikerült el előbbre jutnunk, úgyhogy ők azok, akik ugye október 15-én, tavaly 18-án, nem tudom, ez a lényeg, hogy október közepén, a szerződések alapján be kellett majd fejezzék ezt a kerékpárt kivitelezést. Ezt ugye Hévíz Város volt, aki lefolytatta a közbeszerzést, mi ugye mind a területnek a gazdáim ezt eldettük a céget, kutatunk egy szerződést, aminek ugye a kivitelezési határa lejön át. Az új közbeszerzésnél pedig, mivel ilyen közbeszerzés volt, ők is pályáztak ugye a kivitelezésre, és a kivitelezés megkezdését sorozatosan mindenféle kérdésekkel megakasztották, ami kicsit érthetetlen volt számunkra, mivel ők már egyszer aláírtak egy szerződést ugyanaz a műszaki tartalommal, amivel ez ki lett írva. Röviden ennyit szeretnék én el a pályázatra mondani. A
pályázatnak a ráemelése, hogy esetleg több pénzt sikerül az önkormányzatnak kapni, ez egy 2017-ben már elmúlt a pályázat, és most 22, úgyhogy anyagilag jóval több pénzből tudnánk csak megvalósítani ezt a pályázatot. Már egyszer kaptunk egy lehetőséget. Most úgy állunk, hogy 26-28 millió forint körüli összeget kéne pluszba belerakni az önkormányzatnak az új költségvetés alapján, ennek a kerékpárnak a vitelezésében, amire per pillanat ebben az évben nincs az önkormányzatnak fedezete. Amikor megkötöttük a szerződést még tavaly, akkor a rendelkezésre álló összegből ez a kerékpárok meg tudom valósulni, és ez nem az önkormányzat hibájából nem valósult meg, és nem az önkormányzat volt cserszett, hogy önkormányzat kezdte a közbeszerzést, lefolytatta. Ezért szeretném, hogyha majd elkezdünk ezzel elolvosolni, hogy akkor ez így legyen benne, de a határozati javaslatban benne is volt pontosan összegszerűen, és nem van a pályázati kiírás. A pályázati kiírás alapján vissza is lehet akár keresni az egész anyagot. Nem tudom, esetleg van-e még hozzászólás észrevétel. Köszönöm a szót. Annyit szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani, hogy én az elmúlt két évben, amióta ez a pályázat ti pénz itt van, illetve ebben a munkában nem vettem részt, újként kerültem be ezért januárjában a testületbe. Természetemnél fogva én olyan vagyok, hogy ha egy nyertes pályázat van, vagy valamilyen összeget sikerül munka és egyéb úton elnyerni, akkor azt valósítsuk meg és behagyjuk vissza. Ezért én úgy döntöttem, hogy ebbe a kérdésbe tartózkodni fogok. Köszönöm, ennyit szerettem volna. Akkor itt újra elmondanám, amit az előbb mondtam, a pályázatot 2017-ben ítéltem meg ugye a pályázat kiíró, hogy cserszettem önök, tehát akkor képviselő úr, itt ül itt képviselő, ahol mondtam, tehát tőlem kettővel vagyok. Úgyhogy a pénz forrás az 2017-ben már így volt a önkormányzatnál, és itt a 18-ban, és itt a 19-ben. Tehát a pályázat megvalósítása az nem a két évben kellett volna, hogy megvalósuljon, hanem 2017 óta kellett, hogy megvalósuljon. Ezzel az ilyen átívelt a képviselőtestetek felett, úgyhogy igazából már akkor is lett volna lehetőség még a pályázatot ugye közbeszerzést írni, már 18-ban lett volna a lehetőség ugye a kísérletításokat elindítani, sőt, akár 18-19-ben lehetett volna kiírni egy közbeszerzést, úgyhogy igazából az azért nem teljesen jó, hogy most ez a testület, vagy az a testület, hanem Cserszett olyan kormányzata az, aki ugye ezt nem tudta megvalósítani, azért, mert egy olyan szerződés kötött, aminek nem teljesült ugye a szerződési tartalma. Tehát azért, mert 17 óta itt parkolt a pénz, és nem lett hozzányúlva, és akkor elkezdtük ezt a biciklipályázatot megvalósítani. Ez azért volt, mert ugye nem akartuk, hogy ez a pénz visszaadásra kerüljön. És a közbeszerzés nem Cserszett önkormányzata folytatta le, hanem Évíz önkormányzata folytatta le, és ugye mi aláírtuk a szerződést, aminek a kivitelezési határidőnek az utolsó pontja, ez is ugye hosszabbítva is lett, október 15-2021. Úgyhogy egész nyugodtan szólszom bárki erről, parancsoljon is. Igen, ezt én is tudom, de a Évízváros folytatta le a közbeszerzést, és az mikor volt? Mert már közbeszerzés lefolytatás után lehetett ugye elindítani a beruházást. A közbeszerzés lefolytatása csak azután lehetséges, a kísérletítés megtörtént. A kísérletítés megtörtént, ez akár 2018-18-án is megtörtént. Először neked van indítani a kísérletítési eljárást, amit mi indítottuk meg, és utána el lehetett indítani a közbeszerzést. Ezt a kerékpár pályázatot az összes rendelkezésre álló terv, forrás, ez 2018-tól 19-ig meg lehetett volna valósítani, és akár 2019, mondjuk október volt a választás, mondjuk 2019. szeptemberben szalagot lehetett volna átvágni. Nagyon jó reklám lett volna, nem történt meg. Jöttünk mi, láttuk, hogy itt parkol a pénz, most már kép vagy hát méve, ugye voltak itt olyanok, akik nem nagyon értek az önkormányzati pénzügyekhez, és ugye itt szemünkre vetették, hogy milyen sok pénzünk van, volt itt olyan, aki nem vetette szemünkre, aki itt ült, három évben, és minden egyes
költségvetési rendeletnél ott látta, hogy ez a kerékpár pénzed, azért elmondta ezt a badarságot, úgyhogy igazából az a válaszom, hogy ez megvalósítható. Ezt a közbeszerzést, ezt le lehet folytatni 2018-ban, de ha mondjuk kicsit lustábban vagyunk, vagy esetleg nem akarjuk le, akkor 19-ben már egész biztos. De Ébisz folytatta le a közbeszerzést. De elmondom még egyszer, hogy addig nem tudott lefolytatni a közbeszerzést, amíg nem történtek meg a kísérletítés. Az az önkormányzat dolgát volna, amit elkezdett adni az önkormányzat, miután megkapta a pályázati pénzt, és megkapta a terveket, és itt volt a forrás, akit lett volna. És utána lefolytatható volna a közbeszerzést, Ébisz. Mint ahogy itt meg is történt, milyen is megadott a kis, a Cserszapon önkormányzat elvégezte a saját feladatát, lefolytatta a közbeszerzést. Addig nem tudták lefolytatni. De ez megint fenn a hónapban, úgyhogy igazából nem most ez a munkat. Nem tudok mondani, hogy az aki például az olyan néz. Volt a pénzügyi ügyeleti bizottság ülésen is erről a témakérdésről, azt hogy lesz, és akkor tájékoztassam őket, hogy milyen döntés született. Igen, még annyit szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani, hogy itt az elmúlt, tehát a két év alatt, amik történések voltak, hogy szinte nem volt olyan testületülés, hogy ne lett volna téma valamilyen szempontból, ne kellett volna döntenünk. Ugye a kisajátításokat is, ugye az is jogszabályilag előírt határidők vannak, hogy milyen ütemben, sorrendben, hogyan milyen előírások vannak, amiket be kellett tartani, helyi építési szabályzatokat kellett módosítani, tehát olyan feladatok voltak ezzel kapcsolatban, mindegyiknek elég hosszas határidejű lefolyása volt, és csak a HÉSZ módosításával kapcsolatosan legalább 3 vagy 4 döntést kellett hoznunk, ami mind tolódott. Tehát itt folyamatában téma volt ez a beruházás, de ez a beruházás kapcsán mindig felmerültek olyan feladatok, amit el kellett végezni ahhoz, hogy ki lehessen írni a közbeszerzést. Én a legsúlyosabb következménynek azt látom, hogy mivel már voltak határidő módosítások, hogy ha évvégéig nem valósul meg ez a projekt, hogyha kiírnánk egy új pályázatot, és évvégéig nem valósul meg, hogy akkor ezt a pénzt akkor is vissza kell majd fizetni a mindenféle járulékos vonzatával, és addigra már akkor esetleg belementünk egy olyan költségekbe, hogy már visszafordíthatatlan lenne az eljárás, vagy a folyamat, és az önkormányzatnak horribilis összegeket kellene saját erőből biztosítani, aminek nem látom a forrását sem. Továbbá nem látom azt sem, hogy a múltkor ugye az előző testületülésen megszüntettük ezt a pályázati eljárást, visszavoltuk a pályázatunkat, azóta semmi olyan körülmény nem történt, ami befolyásolná, hogy vagy arra mutatna, hogy abban az esetben, ha újra pályázatot írunk ki, akkor abban az esetben mi az, ami más lesz, mint volt annál a pályázatnál, amit visszavontunk. Tehát nem látom az objektív okait annak, hogy miért kellene új pályázatot kiírni. Tehát itt több olyan tényező is van, bármennyire is fáj az, hogy én sajnálom legjobban, mert tényleg mindent igyekeztünk megtenni, hogy a projekt megvalósuljon, de nagyon sajnáljuk, hogy ez itt az objektív tényezők figyelembe vételével nincs más lehetőség, mint hogy ezt a pályázatot vissza kell vonni. Lehet dönteni másképp is, de annak a következményeivel akkor számolni kell. Tehát én ezt így látom a bizottsági ülésen, az A és a B változat volt, a B változatról szavaztunk, mert azt szavaztuk meg egy hangulat, és ez arról szól, ezt felolvasnám, hogy Cserszegtomány Nagyközség önkormányzata eláll a Zala-Kétkeréken kerékpárút fejlesztés Keszthely, Hévíz, Cserszegtomány és Habok településeken című projekt megvalósításától, a pályázat keretében elnyert támogatási összeget, valamint az időközben felmerült egyéb költségeket a támogató részére megtéríti, továbbá kilép a támogatásban részesített projekt megvalósítására létrejött konzorciumból. Felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről értesítse a konzorcium vezetőjét. Aki
Ez három igen szavazattal egy hangulag elfogadta a bizottság. Köszönöm szépen. És semmi esetesen tudnánk megpróbálni újra kiírni ezt a pályázatot, és mondjuk ezért december 31-ig befejezni ezt a projektet, és utána is esetleg, ha nem sikerül, akkor tudnánk ezt a B-határozati javaslatot elfogadni, és akkor utána visszautalni ezt a témát. Szerintem, ami le van írva anyag, és amit elmondtam, abból Jézus magamat még egyszer hadd ne ismételjem, szerintem az egyértelmű volt, hogy nem. Épp arról beszéltem, hogy ennek hatalmas kockázata van. Hogy ez most anyagilag mennyi vonzata lenne, vagy hát, hogy milyen pluszkodat. Mert ha nem valósul meg az év végéig, akkor vissza kell fizetnünk a pénzt, akkor is, ha megvalósítottuk a beruházást. Tehát ha a határidőt nem tudjuk tartani, vissza kell fizetnünk a pénzt, mert már kétszer volt határidő módosítás kérés. Már többször nem lehet. Szerintem ezt most ott kiveséztük meg a mindenki pénzügybizottságban, és már majd fél előtt beszéltünk erről. Az összes anyag a tervek találkozó, az összes megvalósulástól, minden a pályázattól, ugye a pénzügyi forrásoktól minden fel van a honlapunkon, esetleg valaki még tájékozódnak róla. Aki képviselő is itt tud végig, annak meg illene tudnia, úgyhogy igazából annyit mondanék, hogy akkor tegyük fel a szavazásra a B napi rendi pontot, amiben ugye ezt a pályázati lehetőséget visszaadjuk, mert nem sikerül megjósítani. Mert kb. 28-30 millió forint, ugye az a pluszköltség, amit ezt hozzá kell tennünk. Már kifizettünk ezért a projektért bruttó 4.360.000 forintot, közel 11 millió forintos közbért fogunk berelni, úgyhogy kb. 45-43 millió forint áll szembe. 30 milliós veszteséggel. Úgyhogy akkor én annyit mondanék, hogy szavazzunk, aki a B változatban leírt, akkor ért egyet, és jól ügyelni pénzügybizottság is elfogadottakkal. Az igen esetén kérem készülhetetés jelez most. Jó, öten igennel szavaztunk, aki nem ért egyet, tartózkodunk, ketten tartózkodnak, akkor mondom, hogy ez a hat napi rendi pontot, hogy nincs értelme, hogy szavazunk az a napi rendi pont. Nincs értelme, a bék. Jó. Én akkor viszont ezt a pénzt már visszatudjuk. Akáció utca felújítása. A kiadott napi rendi pont a tárgyalata a Jóvényen Pénzügyi Bizottság körben, azt mondja, hogy Benzés mondja a álláspontokat. Igen, tárgyalta a bizottság, és itt gyakorlatilag arról van szó, hogy a pályázatot nyújtam be az akácfa felújítására az önkormányzatára, van egy ilyen pályázati lehetőség, és 43.597.000 forint lenne az előzetes tervezői költségbecsés. A beruházás teljes becsült értéke 47.577.000 forint. És az önkormányzat 2022 évi tartalékából 3.980.000 forintra lenne szükség még, és ez a határozat arról is szól, hogy ezt az összeget az önkormányzat a tartalék terhére biztosítaná, és így felkérni a polgármestert, hogy a pályázat benyújtására és az intézkedések megtételére. A bizottság három igen szavazattal egyhangulag a határozati javaslatot javasol elfogadásra a testületnek. Köszönöm szépen. Más hozzászólás esetleg észrejött a mondtam. Ez az utca volt az, amit ugye már kétszer próbáltunk pályázat útján felújítani. Láttuk a Magyar Falu program pályázaton keresztül is, meg a Jó Emlékszentán Topos pályázaton keresztül is. Ennek az utcán van ugye keresztszelvény, visszelvény terve. Azért esett el az utcán a választás, mert ugye az összes olyan feltétel, ami szükséges az, hogy bejött a helyzetet, az ennél az utcánál van meg. Nem kerül plusz pénzbe, hogy mi mondjuk megvalósítsuk, hogy be tudjuk adni a pályázatot. Van még több olyan utcán, aminek ugye kellene az útvonalat javítani. Sajnos ugye a Barát utcánál még mindig várunk a DRV-nek a
csőcseréjére, úgyhogy majd a 13. Einstein közmeghallgatása számolva jön a DRV-től, és ugye az úrat, megkérem a barát, és a barát utcai lapokat jöjjenek, ezt kérdezik, hogy egyszerűen miért nem cserék ki végre ezt a letelítsőjét. Úgyhogy van több olyan utcánk, aminek ugye tudjuk, hogy a burkolata rossz, viszont ugye ez az utca van olyan szinten, a előzőre beadott pályázatok miatt, amit ugye most be tudunk adni, ilyen röviden ugye ezt pénteken már is kívülünk ezt a pályázatot. Úgyhogy ha nincsen kérdés, akkor én ezt a napirendi pontot kérem, aki a 6-os napirendi pontban az akár szükség felújításában leírt, akkor egyetért, igen, és én kész feltartásra ez a most. Itt igen, elfogadtak a beadását, köszönöm szépen. Egyebekben van pár valami figyelmi. Ez egy új bizottság ülésen tárgyaltam, volt egy szoborfelajánlás, ezt már nem határozati pontunkban tájékoztatásképpen mondanám. A testet üléshez, a új ülésen pénzügyi bizottság ülésen megtárgyaltuk a képviselőtestet, többségével úgy egyetértettünk azzal, hogy ez a szobor kikerüljön a tündér kertbe, annyi, hogy tálatjával még a egyház közössége felveszik a kapcsolatot, és nem fogjuk fölülni ezt a képet, amit kaptunk. Köszönjük szépen Mádas Csorának a felajánlást, és szerintem jó héten fogunk tudni rá válaszolni. Nem hiszem, hogy tálatját túl sokáig fog mellettni a válaszával. A másik ilyen, amit szeretnék elmondani, az a rendőrkapitányság keresett meg minket azzal, hogy az önkormányzat adott még annak idején számítógépet, és ugye ez a számítógép ez nagyon elavult és elég régi már, és szeretnék, hogyha kicserélnénk azt a számítógépet, ami az ő irodájukban van. Ennek az értéke 260.800 forint volt a legkedvezőbb, kértek be több állatot is. Bár ez egy tájékoztató jellegű, most tudom, anyag, én azért megkérdezném a később testületet is, hogy úgy gondolják, hogy egyetértenek azzal, hogy ezt a számítógépet mi kifizessük. Ugye az előző számítógépet még az előző testületek, nem is tudom, amikor oda lett adva, hogy ez a helyiség a körzeti megbízóknak, akkor adtak át egy számítógépet. És ugye ezt a fő kérdésem az lenne, hogyha szavaznánk róla, hogy most miért megérem, hogy ezt a számítógépet, ami adva, azt leselejtezünk és vegyünk, akkor egy új gépet ezért az összegére, amit kaptunk, vagy ne vegyünk. Úgyhogy ez őre ennyi. Az önkormányzatnak azért van erre forrás, úgyhogy azért az nem egy akkor vissza, amiben megterelni az önkormányzat költséget is. Úgyhogy én akkor megszavaztatnám ezt, hogy mindenkivel egyetért. Aki úgy dönt, hogy igen, vegyünk számítógépet a rendőrségbe, és akkor egy igen esetén készfeltartása jelzőt, mert úgy dönt, vegyünk minden egyet. Jó, akkor köszönöm szépen, akkor hét igen, mert akkor megvásárolják ezt a számítógépet. Más egyéb beszámolni való részemről nincs, nem tudom, esetleg a testet részéről, a testet részéről, a jelenlévők részéről van. Ha nincs, akkor bezárnám a testet ülést, 17-18 perckor, köszönöm szépen a részvételt mindenkinek.